Nem tudom, negyed. Sziasztok! Witcher-t! Ezért nem fizetnek eleget. Első fogjuk folytatni. Ezért nem fizetnek eleget. Azt mondta ez a szimpatikus ember. Mit tudnánk? Jó, folytassuk. Megnézzük, hogy hova fogunk menni. Szerezzem ki némi listeket. Jó. Szerzünk. Ami? Ez mi? Raktár? Szőrös medve fogadó. Ha minden igaz, azt mondta az a őr, hogy ott kell, hogy legyen. Én mit akar? Nincs átjárás! Befogok menni. Hova? Fertőző betegek vannak bent. Nem engedhetem, hogy terjeszd a járványt. Hagyjál, nem is akarok bemenni. Minek mennék be oda? Lesz ott valami? Nem bemutattam a gyűrűbe, amit kaptam a paptól. Aki már nem élt ez. Na? Jó gyűrű van? Időpocsékolás. Nem tetszik neki a gyűrű. Álmos vagyok. Akkor ennyi aludt. Hihetetlen. Vizimarró szomszédsággal büszkélkedhet. Bandita vezér. Hello. Ez a mi területünk. Fuss! Fuss, aranyád. Pácsokat gyújtok. Sántot sem bántottam. Hogy kell válni a fogadóba? Jó, nincs hely, majd lesz. Miért? Bandita. Menj már, de hát miért engem akar elkapni? Csak lámpákat gyújtogatok. Öld meg ezeket. Meg foglak ölni, te fattyú! Hát csak engem ültöd. Senki sem. Legalább nem nekem kell megölni a banditát. Kegyelmez! Hagyjál már békén. Na jó van akkor. Miért nem vált át? Meggondolom, nem? Nagy ütés. Ugye? Sokat gyújtok. Na, nagyon szuper volt. Ezt felveszük. Feltudjuk és feltudtuk. Mondom, nem tudjuk felvenni. Kutya fej. Ez mi? Könyv. Nekem ezek a sör, ez kell amúgy? Már nem kell. Nem tudom eldobni. Fasza. Napjön ilyen kereskedő. Jó, ha megvennék. Csirke. Ezt megesztük, nem tudjuk megenni, mert telem a... Jó, vagyjá, majd. Majd lesz valami. Ah, az élet. Haldoklom, érzem. Fogadó. Öreg azt mondja, hányszor fogja még elmondani, hogy haldoklik. Ki az ott? Csak egy Witcher. Csak. Geralt, üdvözletem! Mi történt? Az erejüket fitoktatják. Összetörtek egy ablakot, és három nyílveszőt lőttek Coleman gyomrába. Szétszóródó nyílfejeket használtak. Ez a kupecek specialitása. És teljesen törvénytelen. Ki ölte meg? Az átkozott mókusok. Most a nép jó embernek fogja nevezni őt,
azt mondogatják majd, hogyan segített az öreg hölgyeken. Ezek a szemetek elkezdték ellenségeik kiirtását a következmények mérlegelése nélkül. Miért Coleman? A következő olvasható az egyik nyílhegyen. A fehér halál kereskedője. Fisztekket adott el gyerekeknek. Te tudod, milyen függőséget okoz? Meglepődtem azon, hogy a városban tevékenykedtek. Erősnek érzik most magukat, amióta fel vannak fegyverezve. Valami bolond üzlet elhetett velük. Gyanítom, Harenbrog volt az. Milyen szörnyű idők. Bizony. A darabolós trükk. Egyben megy bele a gyomorba, három darabban jön ki, és felszabdalja a belső szerveket. Kupec specialitás. Használhatatlan a felvértezett katonák ellen, széthullanak még a legkönnyebb páncél felszínén is. Arra használják ezeket, hogy civileket öljenek vele elrettentésképpen. Tudom, honnan vannak azok a fegyverek, amik megölték Colemant. El kell kerülnem azokat a szituációkat, természetesnek maradni, és nem belefolyni. Biztos, hogy össze fog jönni. Oké, Witcher. Hát, kutatom, lehet mondnál a tisztek. Jó, átkutattad. Na mindegy. Kimerültem. Úgy látom, hogy bonyolultak. Nekem úgy is kell kihívó, vagy miért is tudod? Hagyj aludni! Üdvözlet, fehérke! Van pénzed? Akarsz küzdeni? Hogyne! Kizárt! Nagyon csak vicceltem. Üdvözlet, fehérke! Van pénzed? Akarsz küzdeni? Érdekes harcnak ígérkezik. Készen állsz? Nem. Gyerünk. Valakit lecsapott. És! Itt úgy megötték. Nem rossz. Nem szégyen veszíteni fehér hajú. Mi? Tapasztalt ökölharcos vagy. Harcoltam már párszor, miért? Legyőztem hájas Fredet. Most másik ellenfelet keresek. Valami bajod van a kövér emberekkel? Köszfélye. Semmi. Arcolsz, vagy hazafutsz mamihoz? Mi a tét? 75 oren. Vannak szabályok? Csak egy. Nincsenek szabályok. Helyes. Szóval benne vagy? Ja. Állom. Mi az, hogy állom? Ja? Ökölre fogadom, erős egy kurafi! A legutóbbi ellenfele orra nincs ki, csak jó. Egy véres massza volt. Micsoda bajnak? Mondtam neki, hogy azok értékes papírnál. És ő újra látni akarta. Így azt mondtam, egy olvasott ember majd felcsül én még. Nyertek már. Holnap így. Hát ez az. Annyira hízelettem neki, hogy megvette ezt a szemetet. Ezt is fejlesztenem kell, hogy milyen Isten. Van akkor kéne megnyomni, amikor bevillan a csillag. Kivel harcolhatok? Jó van. Mehetünk tovább. Duplán látok. Nyertem. Válasz! Két üveg mandragóra szíverősítő, egy aranyaklánc, vagy 150 oren. Hát a lóvé. Az aranyat.
A 150 orened. Szíveresítő meg az Isten. Hello, Johnny. Ugye? Akarsz küzdeni, idegen? Pénzért harcolunk. Ez. Hello. Elverlek, és még pénzt is kapok érte. Meglátjuk. Figyelj, már nem igazán van életerő. Annyira okos. És! Szóval minden kislányjal szépen el tudom. Na! Beverem a pofát! Picsere, elvertek! Akkor a pofáját! Nincs kihívó! Visszavágok. Jó van már. Kevés volt az élet, mehetünk tovább. Ne is majdnem megfogjáltél. Vesztettél egy csomó pénzt, Puncher. De nem kell tudom meggyógyulni, mi a... Mit kéne tennem? Fene van. Egy émány kenyeret, ez a majom itt nagyon kurvára tetszik. Valakit lecsapnak. Ezt fogom tenni. Ez hülye, ez nem gyógyó. Szópocsékolás! Ő itt nincsen. És? Ő a lehetőség, hogy megpihenjek. Hello, pincérnő. Üdv! Mit szólnál egy ebédhez? Vagy másokból jöttél ide? Miféle másokból? Van hátul egy kényelmes ágy. Mi lesz? Hát akkor menjünk hátra. Csak bolondoztam. A férjem leharapná a fejem, ha elmennék veled. Talán érdemes kockáztatni. Nem, legutóbb annyira megvert, hogy kiesett egy fogam. Történik itt valami érdekes? A fiúk egymással harcolnak. Néhányan fogadnak az eredményre. Néha megverik a látogatókat. Amúgy unalmas. Na. A tejet kell adni, úgyis meg jól van az. Ezt megeszem, ez mi? Áfonya, azt is megeszem. Itt nem lehet pihenni? Hello, fogadós! Fit! Nocsak! Kardok a hátán, fehér haj! Megszöktél a cirkuszból? Igen. Neked is van cirkuszi tapasztalatod. Éles nyelv, jó barát! Mit adhatok? Minden is. Most, hogy Colman meghalt, kitől szerezhetek fiszteket? Ismered a szalamandrákat? Náluk általában van fisztek. De nem tőlem hallottad. Oké. Okay. Raktár, te el lehet adni minden? Felhívás volt. Tekercs, fecske. Rakni ezt el lehet raktározni.
meg lesz olyan fegyver, ahol be lehet tenni ezt a rúgát, ami lehet lehet. Kisebbést ad. Gondolom én. Na, tök jó, raktál. Elrakott a csomó mindent. Értékes papírok. És erre ő? Ja, és ő mindig. Csak ő. Nem beled akar. Döntöttél? Igen, menjünk hátra. Menjünk hátra. Csak bolondoztam. A férjem lehar... Talán érdemeskod... Nem, legut... Kiverte a... Viszlát. Biztosíték. Hello, Bobby. Felébe megint vesztettem. Mit akarsz? Mi ez az egész fogadás? A helyiek szórakoztatására két erős har... És azoknak ez miért jó? Arany! A nézőknek ez szórakozás, a harcosok pedig így vezetik le a feszültséget. Ha valami nem megy rendben, akkor a kutyák jót vacsoráznak. Az igen. Van szabad szoba? 5 harem. Jó. Figyelj! Most bement a szobába? Ja. Van pontom. Szóval... Ezzel mi újság van? Ezt nem tudom használni. Witcher card. Edist card. Acél card. Ugye ez kettes. Betalom kettes, de mindez. Nagyon jó. Edist card. Ez mi? Vérzés. Halálos csapás. Na, csak akkor működik, az ellenfél ég egy hatás alatt van. Jó. Mély vágás. Halál csapás, jó lesz. Ennyi van egy. Na, szuper. Akkor ezen fejlesztettünk, nézzük a intelligenciát. Mi van még? Ott kellettem, meg van az is. Akkor pihenünk. Ez most így magától állítja be, hogy mikor akar felkelni? Mikor akarja felkelni? Kegy fel reggel. Kivel harcolhatok? Anyáltam. Pihennem kell. Szerintem most ugye tele van energia, nagyon jó, akkor ezért fizettem. Itt érdepeljük a szőnyeget, a kötőben. Hát ennyire az asszonyt is ide adhattad volna. Anyád, törpéskel hál! Ne foglalkozz vele! Akarsz küzdeni? Jó, tudom, pénzért harcolom. Elverlek, és még pénzt is kapok érte. Meglátjuk. Kivel harcolhatok? És? Menj már innen! Ja? Ezek az emberek kikészítenek. És! Marolhat. Nincs kihívó! Ezek az emberek kikészítenek. Valakit úgy megvetni. Úgy harcolsz, mint egy lány. Na. Akkor ez is megvolt. Nem pedig nem azt kell elvenni, aki a legerősebb. Hát több pénz. Nyertél, vándor. Fogd a pénzed és távozz. Csak itt tud, előbb is nyertem. Kivel harcolhatok? Na, gyere! Valakit úgy megütnék! Hát gyere akkor! Nincs kihívó! Nincs kihívó! Valakit úgy megütnék!
ilyen is. Miért zöld? Gerard! Évek óta nem láttalak! Ismered. Nem hittem Zoltánnak, mikor azt mondta, visszatértél! Én vagyok az, Jason! Számizettek? A háború? Te, Zoltán és én segítettünk nekik, emlékezz! Kockázik itt valaki? Én profi játékos vagyok. Játszol egyet? Ne sértődj meg, de csak profikkal játszom. Játsz Carmennel, a bordélyházban találod az út túloldalán. Zoltánnal is gyakorolhatsz. Az anyád, azt még mérünk válogatnak. Lefogadom, jól kártyázol. Megvannak az erősségeim és a gyengéim. Jó játékot jósolok. Hiszek neked. Megmondhatom, nagy utazó lehetsz. Megtiszteltetés egy ilyen emberrel játszani. Witcher vagyok, nem félsz, hogy megbűvölöm a kockát? Inkább egy tapasztalt ember verjen el, mint egy átlagos senki. Ezek a parasztok csak káposztában hajlandók játszani. Egy vadász régebben gyakran járt errefelé, de már nagyon rég nem láttam. Azt hiszem, utoljára láttuk. Többé már nem. Szerette a nagy téteket, de elég pehes volt a kártyában. A szerelemben is. Ha te mondod... Jó van, kockázunk. Mennyiben? Hát és... Most még van miből, mint egy labjad. Két párja van. Az ellenfél eredménye. Nekem is van egy párom, neki van. Nekem velem, mert úgy értem, hogy be fog jönni. Ja, ez pont. Még bejön egy is. Jó, bejött. Nézd meg! Jó, nem ezt közöttően. Én a pindim, itt két párja van. Na, most jó lesz. Egy négyes. Hát, egy csén. Annyit vesztettem? Tisztelem azokat, akik nagy kockázatot vállal. Na, játszunk még egyet, mert... Nem lehet így jobb hagyni, tehát sem. Ja, hogy felad? Még 3-6-os. Most akkor úgymond visszanyeltem a pénzt. Nem tudok venni. Ezek az emberek szóval. Kikészítenek. Igen, nyertem Bélával, akkor most már te is kártyázol, vagy hogy mennek a... Hogy mennek a dolgok, Gerard? Jól. Kockázik itt valaki? Én prof... Játszol igen. Egy... Ne sért. Ja. Jó, nem sértődök meg ezt, ha megbeszéltük, akkor megyek tovább. Mentés.
Akkor legalább, ha elvernek, akkor folytat. Sose láttam furábbat ennél a korcsnál. Ó, hello. Amíg nem voltál velem, nem ismered az igazi gyönyört. Jó hangzik. Ja, járattam, adok neki egy combot. Viccelsz? Igen. Kemény nap. Nem akarsz lazítani egy kicsit, szép fiú? Csak egy kicsit. Attól függ. Hallgatom a javaslataidat. Beszélgessünk. Rendben, beszéljünk. De én többre számítok. Lepj meg. A szerelem olyan, mint egy körte. Édes és formás. Próbáld meg leírni az alakját. Próbáld megmutatni. Ne olyan hevesen. Még csak most találkoztunk. Ja. Akad valami munka egy Witcher számára? Valakik zaklatják a lányaimat. Ha segítesz nekünk, szívesen megjutalmazunk. Nagyon is. Hol találom őket? Három hely is van, ahol éjszakánként valószínűleg megtalálod őket. Jelöld be őket a térképemen. Szuper. És akkor most bejelölte? Mutasd. Kislány veszélyben. Oké. Okay. Szóval ez este, oda kell majd menni, jó. Majd megijedtem. Ott vannak a szalamandrák. Jó, mert minden csaj ugyanúgy néz. Te vagy az, akiről Siegfried beszélt? Nem. Siegfried a lovag a csatornából? Te vagy az. A Kukorix már évek óta sok bajt okozott nekünk. Úgy hallottam, kemény harc volt. Fiatal volt még, így könnyen elbántam vele. Mivel foglalkozol? Van eladó portékád? Siegfried barátainak mindig van. Ha meg akarsz venni valamit, beszélj a helyettesemmel. Én kovácsolással és speciális megrendelésekkel foglalkozom. Oké. És nekem van olyan? Szerintem is, de jó, majd akkor gyűjtök olyat. Ki a helyettesed? Ő az? Üdvözletem, uram. Segíthetek? Te vagy a kovács helyettese? Uram, felsöprök, őrzöm a tüzet, igazgatom a boltot. Megnézhetem. Ahogy óhajtod. Na mutasd. Nekem most nincs izém. 5000? Nincs 5000. Ezt eladom. Mondom. Oké. Okay. Ezt is. Tracker. Ez mi az, hogy nincsen ruhám? Vagy nem tudom eladni. Igen. Tehát nekem már semmi. Jó van akkor szerintem.
Törp mesteremberek és tündeművészek lakják ezt a régiót. Jó. Nézd meg! Én nem tudok mire jelen. Talán ez a hírnök alakult át fantom vérebbé? Lehetséges. Ott van Sanyi. Most először hírét akarok keresni tiszteket. Kinde asszony. Hirdetés. Ott van az a hírnek a háza is, jó. Tör. Ki fogja átvenni szegény pára könyvelését? És vajon szétosztják a vagyonát? Több kovács, hát őt is megnézzük azért, hát ha. Hello, Johnny! Üdvözöllek, uram! Én már köszöntöm. Te vagy a kovács helyettese? Igen, én viszem a boltot, és én tartok rendben mindent. Mit akarsz? Te szerinted... Mutasd az áruid. Sütemény. Sivájr azt mondta, hogy igaz és megbízható vagy. Tehát nincs okom rá, hogy ne kössek veled üzletet. Itt vannak. Ki mondta? Azt hittem, itt olcsóbb lesz. Na, hagyjad a pofátokat. Jó van. Akkor majd gyűjtögetek pénzt, vagy... vagy nem tudom, mit csinálni. Ó! Jó, hát itt vagyok, igen, és... Imádkozz! Ott van a kovács. Más fajúrak negyede. Ah, az élet. Üdvözletem, uram! Üdvözöllek. Ki vagy? Cipőtisztító! Tisztára nyalom a cipődet 2 órenért! Jó van, Nesze. Első utad Vizimában, uram! Igen, mesélj. Van néhány érdekes hírem. Például, hogy karantént állítottak fel a járvány miatt. A mókusok a rend ellen küzdenek. És még a banditákkal is harcolunk. Ahogy egy bárd énekelte, Vizima olyan, mint egy égő bordélyház. Beszélj a járványról. A járvány miatt a királynak meg kellett erősítenie a karantént, ami viszont a kereskedők végzete. Óvizimát teljesen elkerítették, sajnos a városlakók továbbra is megbetegedtek. Őket a Lebioda kórházba szállították. A banditák érdekelnének. Különösek. Brutálisak és mégis hatékonyak, főleg éjszaka támadnak. Céljaik eleddig ismeretlenek. Eleddig. Mi a helyzet a rendelés a mókusokkal? Az Coyatel gerillákat pénzel a városon kívül. A lángoló rózsa rendje vette át a helyi erők szerepét. A másfajúak ellen napról napra nő a gyűlölködés. Nem kell megerőltetned magad, hogy lásd, valami nincs rendben. Witchernek való munkát keresek. Nem hiszem, hogy gondot okozna munkát találnod. Kérdezd a kereskedőket, a temetőnél is Grimbusz van. Bármi, amit érdemes látni? Sok kereskedővel, egy alkimistával és egy nagy kórházzal büszkélkedhetünk. Nem úgy beszélsz, mint egy cipőtisztító. Mindenkinek lehetnek rejtett titkai. Hadd fényesítsem ki a csizmádat, kezdek unatkozni. De hát akkor nem csinálja meg, mi van? Ha meg is volt. Bélet. Sok még a munka. Jó, hát nem értem, de... Akkor pár dolgot, hogy meg tudom. Kutya. Itt van Siegfried.
Jó, akkor most ez szerintem este kell majd mászkálnunk, nézzük ezt. Talán viszont már megtalálom. Na azt. Igen. Újabb olyanok, de hát... Tiszta cipő! Itt van Zoltán. A bűnözés tombol, és a városi őrök szoknyák után kajtatnak. Hát, ez ilyen. Ide kellett jönnöm, nem is figyeltem. Hát szerintem mindjárt kiderül. Alszik. Miért alszik? Orgazda vagyok. Mivel foglalkozol? Mindennel, ami megéri. Hmm. Tehát akkor mi lesz? De jó, hogy eladtam a sört, ugye? Jó, bizony. Igyunk vizet. Nesze. Jó, eleget is. Semmire kellő, Witcher! Tehát akkor mi lesz? Utajt, igen. Az őrök találtak egy Witcher kardot a helyeden. Mit érdekel az téged? Berengár járt nálad. Nem az őr rohadt! Honnan tudod ezt? Nálam van a kis barátodnak egy másik tulajdona is. Másik? Ja, értsd! Nem a kardja, érted? Tehát honnan szerezted a kardot? Miért válaszoljak én erre? Nem öllek meg. Rendben. A szőrös medvében vettem egy embertől. Hogy nézett ki? A leghíresebb kártyás a környéken. Jó, az én is kártyáztam. Hogy jutottál Berengár tulajdonához? Egy kereskedőtől. Hol találom meg? A szőrös medvében. Azt is. Kolmannak hívják. Jó. Hallottál már a szalamandráról? Igen, de nem tudom, hogy mit akarnak azok a hüllők. Kétéltű. Mi? A szalamandrák kétéltűek. Ki a kapcsolatod? Nem ismerem. Üzletelsz a szalamandrával? Miből gondolod ezt? Honnan jutottál Berengár holmiához? Orgazda vagyok. Nem kérdezhetek meg minden tolvajt, hogy kit rabolt ki. A szalamandra utálja a vicsereket. Berengár eltűnik, a holmia pedig valahogy hozzád kerül. Kezded már érteni? Berengár nekem nem jelent semmit. Talán az ellátóim ismerik. Nem tudnék megélni, ha csak azokkal a dolgokkal kereskednék, amit magam szereztem be. Hiszek neked. Bár nincs rá bizonyítékom, arra jutottam, hogy nem te vagy az én emberem. Kutya fáját, milyen okos következtetés. Ha még információra van szükséged, nézd be máskor is. De... ott még mit kérdezi, nem? Tehát akkor mi lesz? Magyarázd meg, miért nézik el az őrök az üzelmeidet? Tudnod kell vigyázni magadra. Vigyázni? Az őröknek és a tolvajoknak is szükségük van rám. Mindenkivel üzletelek, ezért senki nem bánthat. Aha. Oké. Okay. Tehát akkor mi lesz? Akkor megnézzük, mi van nálad. Játszol? Játszol? Először játszol. Mocskosul jó játékos vagyok. Miért? Játszunk? Nagyon béna vagy. Gyakorolj még egy kicsit, mielőtt még egyszer zavarsz. Ó, hogy ne feküdj már le mindig, bakkem. Tehát akkor mi lesz? Mutasd meg, mit van.
Mi ez? Négyszáz, ezt megvegyem? Ilyen nem volt nekem is, nem? Nem tudom. Igen, ez nem érdekel. Ez meg szerintem volt már nálam. Tényleg, hát ez nem kell nekem. Ahogy oda tudtam adni a csajnak. Na már mindegy. Ez mennyit ér neki? 40? És ez? 50? Ezt nem életített, még megtartom akármikor is jól lehet. Jó van. Akkor ezzel jót beszélgettél. Jó lesz. Micsoda nap? Ja. És a lovagjai olyan szétek, akár... Uram! Uram! Hogy vagyunk? Még erre nem voltam, hogy ki. Elnézek erre is. Tentom tér, jó. Legalább mutatja a télkép. Temető. Hú, kicsi. A temető. Jó sok munka akad itt egy Witcher számára. Mi? Üreg koma? Hello. Mi lesz? Fenyő vagy talán dölj? Egy egész kripta. Lássuk, gyötröv, széles. Nem koporsóra van szükségem. Nem szándékozom mostanában meghalni. Persze, világos. Talán üzletelhetnénk. Miféle üzlet? Társulhatnánk azokkal a gardokkal, levághatnál véletlenül néhány fejet. Ha elkárhoztatsz egy lelket, tudasd velem is, kapsz részesedést a koporsó árából. Ne hülyéskedj, valami másra van szükségem. Mire van szükséged? Miért van zárva a temető? Mert a halottak nem akarnak békében maradni. Ne félj, nappal sírjaikban van. Valakire gondozni kellene őket. Talán egy nap valaki majd jutalmat ajánl fel ezért, de most még senkit sem érdekel. Majd foglalkozom vele, ha lesz arany. Viszlát. Azt hiszed, olyan könnyű egy holttestet nyugalomba helyezni? Tégy, amit akarsz. Talán a kapitány megjutalmaz. Nem fog ártani, ha megnézem. Mire van szükséged? Viszlát. Jó, akkor most a fogadóba kell mennem, ugye? Mert ott lesz a kereskedő is, meg ott lesz a kártyás, aki vette a kart a csávon. Meggondolom, nyerte valakit el. Lehet, hogy Berengárnak ilyen isten elvesztett. Ha, jó poén!
El kell bánnom ezekkel az idiótákkal. Hello. Elvesztél? Ki lakik itt? Kérdésre nem illik kérdéssel válaszolni. Hadd fogalmazzak máshogy. Hogy merészelsz? Ez kosvelőháza, és még soha nem beszélt látogató mutásról, szóval tágulj! Végre húsos táplálék. Viszket a tököm! Nem rá fordultam, bia itt van. Az őr megvesztegelésére. Tisztelem azokat, akik... Ezüst kard, jelent valamit neked? Miért kérded? Nincs időm beszélgetni. Nevet sértésnek. Honnan szerezted a kardot? Elnyertem egy kertésztől. Hol találom őt? A Lebióda kórház kertjében. Fickós vagyok. Akit úgy megötnék. Ökölre fogadok, erős egy kurafi. Pszt, meghallja. Tudod, milyen erőset üt? A legutóbbi ellenfele orra csak egy véres massza volt. De micsoda baj? Harcolsz, vagy csak bárhúsz? Utazó, meg fiás. Tegnap éjszaka éppen, hogy csak megmenekültem néhány lény elől. Jó. Az, hogy nem kell sokat szalapjárni, mert mondjuk hát ilyen játék lesz. Nem, hogy legalább van két kardra hozva hátára, úgyhogy az is van. Már innen? Hol a kert? Már van kert. Van is virág. Virágos. Ennek a kertnek szüksége lenne egy gondozóra. Úgy tűnik, szereted azt, amit csinálsz. Szeretem. Szeretem a növényeket, és jól ismerem őket. Egész életemet kitette a háború. Most végre békében élhetek. Háború? Nem vagyok rá büszke, de valaha zsoldos voltam. De azok az idők már elmúltak, most pedig elégedett vagyok. Jó. Jobban érdekelnek az ezüst kardok. Tudtam, hogy valamelyikőtök eljön végre. Elvesztetted kártyán. Biztos voltam benne, hogy nyerek. Vigyázz, az éles szemű jól játszik. Honnan szerezted ezt a kardot? 5 évvel ezelőtt volt egy csata Brennától nem messze. Mikor elcsendesedett a csatamező, embereink elverték a Nilfgaardiakat, azóta nem nevezzük magunkat a birodalom részének. A csatában szerezted a kardot? Igen. Koené, a vicseré volt. Nagy darab és ritka fajta, nem túl beszédes. Mint mi mindannyian. Szavamat adtam, hogy a kard egy másik vicserre talál. Mikor haldoklott, valamit motyogott a fogakról és a végzetről. Aztán nevetett és meghalt. Elvesztetted kártyán? 5 évig rejtegettem. Elvesztettem minden reményem, hogy újra találkozom egy vicserrel.
Sáni kisasszony ismerte Cohent. A kórházban dolgozik. Kösz. Kísérjen szerencse utadon. Kártyázol? Bár nem olyan gyakran. Ennyi maradt nekem, most, hogy a nők már nem mutatnak túl nagy érdeklődést irántam. Azt beszélik, a karantén a Pest is végéig tart majd. Ilyen a mi formánk. Hát nem viccel. Hát tolj. Megemeljük. Mi van? Jó. Egy pár, nekem van két páram, de az nem van ami erős. Emelünk egy 15-est. És dobunk egy ilyet. És dob egy 4-est. Azt! Miért vesztem? Ja? Elvert. Hát nyernem kéne, ugye? Nézd, hogy nőnek. Kártyázzak az erősebbekkel. Jó, megnézz, mit árul. Ó, vannak tüzényei, nekem vannak. Még azt nem kéne adni, az mindig jó van. Jó, nem adok el. Jönjünk, hogy visszavárom. Nézd, szerintem. Hogy nőnek. Nagyon nőnek, oké. Nyomjuk csak egyet. Most kicsit nagyobb tétbe, hogy kellőd is így. Itt nincsen sor vajon? Emelni akarsz? Semmire? Neki nagy sorja van. Jó van, mehetünk tovább. Vesztettem. Elfogy a pénzem. Van sor akkor. Így melyre is kaptam választ. Két pár, nem baj, most én érzem, hogy bejött. Még egy ötös. Ez az. Hú, majdnem két ötös lett. Nem áll, hát... Tökén szúrom magam. Nem. Igen. Annyira jó vagy. Nem benne akarok. Női gyönyörűség. Az nem tudok nyerni. Elfogd a pénzt. Ilyeneket dobni? Rámelek. Az baj, de nem jön. Ráblöntöm. Hihetetlen.
kis sor. 1, 2, 3, 4. Tudnánk egy nagy sort, akkor már jó lenni. Nem toltam, egy párom van. Itt a könnyel. Jó van, akkor most jön a... Egy ötös, nem két párom van. Neki meg egy. Kettes. Az a négyes. Mit fogom hatost? Visszanyertem a pénzem. Legyőztem a kertészt, majd oda lett a pénzem, mi legyőztem. Egy írni, hopp. Igen. Most hova menjek? Este lesz. Beszélek Sanyival. Mi van? Hát de hát azt mondta, hogy nyomkövetés. Itt van. És a lovagjai olyan szépek, akár egy festmény. Bánom, hogy elmulasztottam. Még több mészárlás. Az öreg kor nem. Hús, kenyér, friss tej. Ideges vagy. Az ászkulábiai kígyó. Melyik bolond hozza össze a gyógyszert a levedlet kígyóbőrrel? Ideges vagyok. Majd ennyi szó. Csak beszélnem kell az a csajja. Öreg ősz és még mindig nagy szoknyavadász. Szégyelned kellene magad. Öreg, ősz és kellemetlenkedő. Neked kellene szégyelned magad. Menj! De ne lepődj meg, ha lesz úr! Ki? Az öreg kor nem vicc. Nincs is itt. Ez vagy a lopás. Mondjuk hát nem érje. Jó, szerintem innen folytatom, úgyis mindjárt vége. Akkor majd találkozunk még.